Vendégem az utamester edzője, a válogatott sportlövők utánpótlás kapitánya. Tanítványai folyamatosan szállítják le jobbnál jobb eredményeket, legutóbb például Svédországból hoztak aranyérmet. Nem mellesleg az olimpiai kvótás Péni István és Szabján Norbert is a kez alatt dolgozik. Orosz Editet köszöntöm. Szervusz, Edit! Köszönöm szépen, hogy itt vagy ismételten, de hát mindig van miről beszélgetni. Köszönöm a meghívást. Beszéljünk először talán erről a svédországi sikerről, mert én azt gondolom, hogy erre nagyon sok mindenki felkapta a fejét. Mit mondtál a gyerekeknek, és mit mondtál a sikerről? Hát évek óta bejutunk ennek a versenysorozatnak a döntőjében, és hát bizakodtunk, hogy idén is legalább egy éremmel térünk haza. Tehát a gyerekek olyan nagyszerű eredményeket hoztak versenyről versenyre, hogy hát nem volt, aki megszorítsa a versenyzőinket. Ezt úgy hívták, hogy Európai Ifjúsági Liga? Igen, ez az Európai Sportlövő Szövetségnek egy új versenyformája, ahol csapatversenyként állnak be a versenyzők előállásban, ahol egymás ellen küzdik az első helyen lévő csapattag, az első helyen lévő csapattaggal, a második, a harmadik, egy háromfős csapat áll föl a versenyen, és pontokat gyűjtenek egymás ellen. Tehát, és a pontversenyben volt olyan harc, ahol alig tudták megszorítani, tehát pontot sem veszítettek jóformán a versenyzők. De jó, tehát ez ugyan, mondhatjuk azt, hogy ugyanannyi pontot ér a harmadik táblás lövős, mint a top lövő. Tehát lövő. A nyert tizenként értékelik a sorozatokat, és a nyert sorozat visz két pontot, ez. És akkor így egy versenyző ugye gyűjthet folyamatosan egy versenyen. Ez nagyon jó, ezt nagyon jó kitalálták erre az egyéni sportra, mert hiszen ott egyedül fekszik, áll, vagy térdel a lövő. Ennek egy óriási hagyománya van Németországban, Bundesliga néven, tehát ugyanúgy, mint a labdarúgók, ott a lövők is Bundesliga versenysorozaton vesznek részt egy évben, ahol be lehet jutni a döntőbe, ugyanilyen formában, és ott is ebben a versenyrendszerben küzdenek egymás ellen a versenyzők. Idén ebben a versenysorozatban Németországban Péni István is elindult, és elég nagy versenyzőkkel, olimpiai bajnokokkal és világbajnokokkal fog küzdeni. Hát van már nyert szettje, hogy nagy sikere van a Németországban Istvánnak is. Utána olvasgattam, utána néztem, hogy az volt leírva, hogy a legfiatalabb csapat, amilyen volt? Így van. Honnan szedted össze ezeket a fiatalokat? Hát szerencsére a klubokban nagyon jó nevelő munka folyik, több helyen is, ahol a fiatal versenyzőink évről évre hozzák a jó eredményeket. Aztán egy picit megtorpannak, de hát ugye ennek azért elég sok. Hát ezt tudjuk, hogy az ifiből a felnőtt korban van egy lépcső, azt nem mindenki tudja meglépni, vagy megugrani. Igen. Viszont még ebben a csapatban is a Istók Péni István is benne volt, ugye? Jól igen, tudom. Utolsó évben versenyzettem. 18 éve? 18 éve a korhatár, utolsó évben még részt vett ezen a versenyen. Mellette volt még Tamás, illetve Gáspár Lalita. Igen, és Toma Dorina. Gáspár Lalitáról tudni kell, hogy idén 14 évesen junior Európa-bajnoki címet nyert el az Európa-bajnokságon, és Toma Dorina meg nagyszerű eredményével tartja a felnőtt országos csúcsot, tehát három nagyszerű versenyző. Mellett még egy fiatal ember, akit szintén 14 éves a Zalán versenyzőnk, ő is Pekler Zalán. Ő is egy nagyon, nagyon tehetséges fiatal. Ott vagyunk, jól van. Hogy jól van. Bizakodunk, hogy ezekből a versenyzőkből érett junior, és majd egyszer felnőtt világbajnokok, olimpiai bajnokok. Azt mondod, hogy érett junior, lehetnek. Akkor az azt jelenti, hogy majd a kezed közé kerülnek ezek a gyerekek, vagy részben, már foglalkozol velük? Részben a kezem között vannak, inkább nem is úgy mondom, hogy kezem, az irányításom alatt. Tehát, hogy az edzőkkel közösen próbáljuk koordinálni a felkészülésüket és a versenyzésüket. Ugye azt nem mondhatjuk el, hogy hatalmas bázisa van a sportlövészetnek Magyarországon. Ebből a picike kis műhelyekből, mert gondolom, hogy kis műhelyek. Hogyan keverednek elő ezek a tényleg fantasztikus tehetségek? Hát mindenki szeret lőni, tehát én azt hiszem, hogy minden fiatal megpróbálja ezt a sportot, kipróbálja. A sportágválasztón több éve most már részt veszünk. Lalita is ennek a mozgalomnak az eredményeképpen került egy lövészklubban Budapesten. És hát igen, nehézségek ellenére, mert tényleg a lőterek helyzete borzasztó, és nagyon örülünk, hogy a sportban ilyen nagy támogatás van, de valahogy az egyesületekhez hozzánk nem nagyon jut le.
De ennek ellenére azt hiszem az edzők és a szakemberek azok, akik próbálják ezt tovább. A munkátok, a ti munkátok, igen, a felelősségteljes munkátok, mert aki utánpótlással foglalkozik, azt pontosan tudjuk, hogy hát alapokat épít. Említetted a lőtereket. Hát én annak idején, mivel koros ember vagyok, emlékszem, hogy rengeteg lőtér volt Budapesten is és Magyarországon. Most ezek megszűntek? Mi lett velük? Nagyon sok megszűnt, mert ugye körbeépültek a lőterek, hát régen a város szélére épültek, és ugye beépültek ezek a területek, és hát benőttek a családi házak, a különböző épületek, és hát sajnos sorra szűnnek meg a lőterek. Nagyon sajnálatos, mert helyette meg nem épül. Ugye most a sporták fejlesztésben ígéretet kaptunk a Fehérúti lőtérre, hogy ott... Ezt szerettem volna kérdeni, hogy jól emlékszem... Még az ötvözsázó volt régen, így van, hogy esetleg az fejlesztésre kerülhet, ebben bizakodunk, hogy Budapesten talán ez az egy létesítmény megépül. Mellette ugye nagyon pici lőtereink vannak, a BM és a HM kivonult a támogatásából, minimálisat támogatja. Most a mexikói lőteren dolgozik az újpesti tornaegylet szakosztálya. Az azt kell, hogy mondjam, hogy hát amit magunk tudunk felújításra költeni, csak ennyi történik, más nem. Ezt így tudják a külföldiek, az ellenfelek, hogy ti milyen körülmények között dolgoztok? Hát nem nagyon szoktunk feledicsekedni, és épp a nyáron volt itt egy fiatalember Istvánnál, egy norvég fiatalember, aki elhűlt, hogy ilyen körülmények között készül István. És mikor meséltük, hogy télen volt, hogy 10-15 fokban dolgoztunk a fedett lőtéren, hát akkor egy kicsit elhűlt, pedig norvég volt a fiatalember, hogy hozzá van szokva a fiatal. Hát akkor majd ő elviszi ezt a hírt, hogy nagyon vigyázzatok, mi lesz a magyarokkal, hogyha véletlenül egy kicsivel jobb körülmények között tudnak felkészülni. Hát várjuk, így van, várjuk, hogy mi is azt hiszem méltó körülmények között, mert az eredményeink azért magunkért beszélnek, hogy az olimpián évről évre ott tudtunk lenni, még ha kisebb létszámban is, a fiataljaink tényleg ott vannak minden szakákban, puskapisztolyban, és hát bízunk, hogy egyszer méltó körülmények között tudunk majd dolgozni. Hát most, ahogy nézzük az olimpiai kvótákat, ugye Újpestnek már van 2. Igen, örömteli, azt hiszem, hogy... És hamar megszerezték, mondjuk az Istók egy kicsit idegesített már bennünket, hogy miért nincs meg, de aztán hála Istennek megszerezte, de a sportlövők általában azért kilövik magukat hamar az olimpiára, legalábbis most úgy festett. Igen, mert nekünk elég hamar lezáródik a kvóta szerzőverseny sorozatunk, most még egy versenyünk van, a Győri Európa Bajnokság, hát bízunk még, hogy ott néhány olimpiai kvótát be tudunk gyűjteni. De hát vannak fiataljaink, ez egy olyan sport, hogy nem záródik le ebben az olimpiai versenysorozattal a versenyzőinek a sportpályafutása, mert még tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy István még 15-20-30 évig is tud ebben a sportágban dolgozni. Hát reméljük, hogy megérem még azt, hogy 15-20-30 évig ott lesz. Beszéljünk egy picit azért, amit mondtál, hogy a sportágban, a nagy sportág választó, ahogy mondják, hogy onnan is már sikerült elszipkázni gyereket. Mondtad, hogy nagyon szeretnek lőni. Kik szeretnek lőni? Ez fiús vagy lányos sportág inkább a sportlövészet? Nem jellemző, mind a kettő. Nem jellemző? Nem. Én azt hiszem, hogy lányok, fiúk egyaránt, hogy egy időben kevés lány volt, mert talán valahogy ahogy átalakult ugye a divat, hogy egyre nőiesebb lett ugye az utóbbi években, akkor ugye a lányok egy kicsit elmaradtak, de aztán amikor látják a versenyzőkön, hogy azért ott is egy lövészruhába is lehet azért szépen színesen öltözni, akkor azért érdekli őket, igen. Én azt gondolom, mindahogy én fiatal koromban is egy kihívás volt, hogy lányként meg tudtam verni a fiúkat, és hát mindig azt szoktuk mondani, hogy egy lőtérre lány is kell, hogy a fiúk is lejöjjenek. Tehát, ugye? Tehát szükség van mind a kettőre. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a fiúk nem férfias, nem, vagy nem, nem női nem, sport. Nem, abszolút nem. Ugyan már megkérdeztem, amikor azt a Istókkal ültetek itt, hogy melyik az ideális kor, amikor ugye el lehet kezdeni, és melyik az ideális kor, amikor majd versenyeztetni lehet a gyerekeket. Mert ugye azért kezdünk el lőni, azért jár a sportegyesületbe, hogy majdan egyszer versenyezzen. Így van, hát nálunk a korhatár 10 éves kortól lehet elkezdeni az edzéseket a lőtéren.
A 12 szerintem az ideális, mert ugye addigra el kell bírni azokat a 4-5 kilós fegyvereket, puskákat, a pisztolyokat meg inkább egy kicsit később, mert azt egy kézzel tartják. Tehát ez a 13-14 éves, amikor azt mondjuk, hogy már versenyérettek. Tehát magyarul egy durván 3-4 év után tiszta szívvel azt mondod, hogy lehet indulni a versenyen? Hát előbb szoktuk bevetni őket, ez attól függ, hogy ki hogy fejlődik. Tehát ha nagyon picike, akkor elég sokáig csak pici edzéseket, kevés terheléseket, és próbáljuk a szülőket arra ösztönözni, hogy vigyék el máshova egy kicsit még sportolni. Na, ezt és akartam hogy mondani, kiegészítés hogy... legyen, és akkor jöjjenek vissza egy-két év múlva. Vagy volt olyan kitartó versenyző, aki ő képes volt 2-3 évig is ücsörögni a puska mögött, hogy nem mertük felállítani, mert nagyon fiatal volt, de muszáj mellette kiegészítő sportot csinálni a kezdetén is, és később is természetesen. Mert ugye sokan azt mondják, itt van nekem egy kis puskám azért, sokan azt mondják, hogy hát ez a sportlövészet nem biztos, hogy a fizikumról szól, nem egy fizikai megterhelés. Hát, kedves nézők, nekem volt a kezembe fegyver, a sport puska is, meg pisztoly. Hát köszönöm szépen azt, hogy egy edzésen fölemelni, megtartani, letenni, fölemelni, megtartani, letenni. Fizikailag is fel vannak készítve a versenyzők? Mit tudnak ők tréningezni ahhoz, hogy azért bírják kondival? Hát nekünk lehetőségünk a lőtéren nincsen, mivel hogy elég korlátozottak a lehetőségeink. Tehát régen volt tornatermünk, de most jelenleg nincsen. Tehát úgy próbáljuk megoldani, mindenképp kell a fizikai edzés. Tehát anélkül nem lehet semmilyen eredményt elérni. Tehát én ezt vallom. Nagyon fontos, hogy megfelelő állóképessége legyen, tehát folyamatosan edzen, és az úszással, futással próbálja kiegészíteni pici korban azokat tehát erőléti hiányosságokat. Amikor már később belép egy irányítottabb versenyrendszerben, ott azért már szükség van kondicionál edzésre, és ugye mostanában nagyon divatos ez a funkcionális edzés, ami különböző TRX-ek, meg ilyen gyakorlatokat. Ez külön testnevelő tanárt kérünk meg, hogy vagy egyénileg foglalkozon, ha olyan képességű a gyerek, vagy pedig csoportokban, hát már az IFI és a junior válogatott keret edzésein próbáljuk ezeket a gyakorlatokat megismertetni a gyerekekkel, és akkor ők ezt önállóan otthon tudják végezni. Honnan tudják a gyerekek, hogy létezik olyan sportág, hogy lövészet, szerinted? Hát, a sportág választótól vegyük ki. Tehát honnan jönnek, ha nem a sportág választóról, mert nem tudom, hogy hányan és hányan teszik be a lábukat a lőtérre egyes sportág választó után. Érdekes dolog, hogy nagyon sok szülő visszahozza a gyerekét, tehát aki egyszer aki a sportlövő volt, az nagyon sok visszahozza. A másik pedig volt egy felmérésem, amiben az olimpián közvetítik a sportlövészetet, akkor következő egy évben megrohannak minket a lőtereken, és abban az évben elkezdett gyerekek száma mindig magasabb, mikor az olimpiai program van. Tehát 2008-ban István is akkor kezdte, 2004-ben, 2012-ben, tehát érdekes, hogy az olimpiának óriási vonzereje van. Igali Diana után jöttek a gyerekek a lőtérre? Jöttek a gyerekek, igen. De jó. Igen. Akkor tessék Istoknak szólni, hogy... Igen, tehát hogyha döntőt látják, és akkor jönnek rá sokan szülők is, hogy hát ez egy látványos, egy nagyon szép sport. Tehát mindenkit biztatok arra, Győrben lesz az Európa-bajnokságunk februárban, 16-ban, egy légfegyveres Európa-bajnokság, ahol nagyon komolyan készülünk, hogy jó Európa-bajnokságot rendezünk, és hát bízunk abban, hogy magyar sportolóknak is tudunk majd a döntőben szurkolni. Tehát mindenkit szeretettel És válok. Nektek idézőjelbe kell ezt fogalmaznom, ugye te, mint a szövetségi kapitány. Nektek ez már az olimpiát tekintve már egy olyan verseny, hogy felelősség nélküli, bár tudjuk azt, hogy egy verseny sosem felelősség nélküli. Tehát itt aztán teljesen nyugodtan lehet majd versenyezni. Hát nyugodtan szerintem soha, mert minden verseny kihívás. Tehát, tehát egy jó versenyző, azt gondolom, hogy azokon a feladatokon túl, amit kap arra a versenyre, vagy abban a versenyidőszakban. És Tók indulhat még ezen a versenyen? Igen, és juniorként fog indulni, tehát junior korcsoportban. Igaz, kótaszerző verseny, de hát megpróbálunk minél több sikerélményt elérni a versenyeken, hogy az olimpián
jól fölkészülve, maga mögött néhány éremmel, amíg junior érem is, én azt gondolom, hogy szükség van rá. Úgy szoktuk megfogalmazni, hogy junior év az korlátozott, mert abból ki fog nőni, azokat az érmeket már később nem tudja visszagyűjteni. Azt nem, az hogy, biztos. Hogy felnőttben meg még lehet bőven érme. Azt nem kérdezem meg, hogy durván hány lövészklub szünthetett meg, vagy lőtér szünhetett meg, de azt meg szeretném kérdezni, az előbb elfelejtettem, és ezért ugrok vissza, hogy létezik olyan Magyarországon, mint teszem azt Angliában, Németországban, vagy Egyesült Államokban, hogy civil lőterek? Tehát ott, ahol teszem azt lemegy, mint a biliárdterembe, vagy van ilyen Magyarországon, hogy idézőjel hobbiból lehet lőni? Igen, működnek klubok, nagyon sok klub működik az országban. Csak ugye... És oda nem lehet bekopogtatni, megnézni, hogy ki milyen tehetséges? Hát onnan nagyon ritkán, de jönnek át a versenysportban. Tehát valahol egy kicsit próbáljuk összemosni, hogy ezek a versenyzők megmérettetik magukat nem csak az amatőr, úgymond amatőr számokban, hanem a versenysportban is. Egy-két versenyző szivárgott át a versenysportban, de azok már mind felnőttek. Tehát, és ezt mind az összes sportágat igazán azt hiszem, hogy junior, meg picikorban, tehát el kell kezdeni. Ennek is megvannak azok a lépései, azok a tanulási folyamatai, amit el kell sajátítani. Azt tudjuk, hogy nagyon sokat kell tréningezni, bármilyen sportágról beszélünk. Nagyon fontos, hogy jó nevelők legyenek, nagyon jó edzők legyenek, ezt is tudjuk. De a tiétek ráadásul még egy olyan technikai sportág is, ami nem olcsó, ahogy mondják. Tehát hiába veszel, nem lehet azt mondani, mint a kínai piacon, hogy ha többet veszel, akkor sokkal olcsóbb. Hogy van itt a... Meddig bírják a szülők? Mert gondolom először a szülők hozzák a gyerekeket, aztán utána előbb-utóbb át kell venni. A szülő nem hiszem, hogy nagyon sokszor a mélyen a zsebébe tud nyúlni. Tehát hogy működik ez nálatok? Hát elég sok gyermeknek van. Ugye először, amikor lejön a lőtérre, az Egyesület biztosít nekik tanuló fegyvereket. Na most ebben is egy óriási váltás lett, tehát annyira korszerűek lettek a fegyverek, hogy erre is kéne most már olyan, azt mondom, valamilyen forrás, amiből ezeket a 30-40 éves gyakorló fegyvereket le tudnánk cserélni, de szerencsére ezek a fegyverek elérhetők, megvehetők, és a szülők többsége belátja, hogyha tehetséges a gyereke, akkor megveszi a légfegyvereinket. Tehát a légfegyveres versenyszámokban azt gondolom, hogy nagyon sok szülő segítsége nélkül nem jutnánk ide, ahol tartunk. A nagy hátrány, hogy a nagy pályákon lévő fegyverek, ugye azok már engedélykötelesek, tehát sokkal bonyolultabb a beszerzése, és hát óriási összeget kellett tenni egy-egy fegyverért, azokat már, és a lőszer hozzá az elég drága. De akár a szövetség, akár ha van egy tehetséges a egyesület valamilyen formában, egy-egy embernek tudja biztosítani. Egy-egy embernek. Olyan tömegekben, mint régen, úgy működött ugye ez az MHS, amit mindenki ismer, azt már nem. Az már nincs. Ezt megérzik a verseny, van lemorzsolódás emiatt? Hát lehet, hogy én azt gondolom, hogy nem. Vagy te ezt nem érzed? Nem, mert mindent megteszünk annak érdekében, hogyha van egy ügyes gyerek, akkor tehát egy ilyen fiatal Lalita vagy egy Zalán, mert ugye ők vannak most, akiket át kell állítani már nagypályára, hogy olyan fegyverekkel és olyan lőszereket, tehát a szövetség és az egyesülete is megpróbálja. A szakemberekre azért visszatérnék, hogy... Nagyon fontos. Hogy én még mindig nem érzem azt, hogy az utánpótlás nevelő szakemberek meg lennének becsülve. Nagyon jó ez a CAP program, óriási dolog tényleg, tehát, de mégis azt érzem, hogy mi utánpótlás, mert én annak tartom magam utánpótlás nevelő edzőnek, nem látom, hogy akár az egyesületekben, akár a szövetségekben, vagy a felső vezetésben ugyanúgy megbecsülnék, mert hát ezt érezzük sokszor, így érezzük. Hát kiérezni jobban, mint ti, aki a saját bőrötökön tapasztaljátok, mert egyszerűen számomra felfoghatatlan, hogy lehet úgy építkezni, hogyha alapokat nem teszünk le. Szóval tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországon nálunk az olimpiai ciklusokba számolnak,
csak az olimpiai érmek számítanak, az aranyérmekről ne is beszéljünk, na de ameddig odáig eljut egy versenyző vagy egy csapat, hát addig nagyon sok mindent kell tenni, és megint azt mondom, a nevelőknek, az edzőknek, nem véletlenül beszélgetek most veled, mert nagyon-nagyon sok sportolóval beszélgettem, de azt, hogy egy olyan nevelőedző, aki kölök korától, ugye most az Istókra gondolok, kölök korától, hát nem is mondom azt, hogy edzi, neveli, együtt él, segíts, hogyha rossz szót mondtam, vagy szólj közbe a tanítványával, a fiával, már azt kell mondanom, és kijuttattad az olimpiára. Mert nincs mese, ezt nem fogja senki azt mondani, hogy Kis Pista juttatta ki, te juttattad ki az olimpiára, nagyon sok munkád. Nagyon sok munkád van vele. Ezért kérdezem meg, hogy és ki az, aki segít neked még ebben a munkában? Óriási segítség a szülei. Tehát mindenképp ők, akik sportlövök voltak, tehát... Itt is a visszacsatolás. Igen, a visszacsatolás nagyon fontos, mert olyan formában szólnak otthon a gyereknek, hogy az mind pozitívan hat, mert ők átélték ezt, hogy milyen egy világversenyen beállni egy lőállásban. Tehát én csak azt tudja, mert mennyibe is lője jól. Tudjuk, hogy ott milyen helyzetbe kerülünk, amikor izgulunk, és tehát a szülők ezt átélték, és ugye azokra a szakemberekre, akik van egy fizikai edző, és a Józsi személyében, aki szintén nevelgeti, ha kell, nyakon is üti, tehát ő is most már 3-4 éve dolgozik az Istókkal. Én azt hiszem, hogy ők, akik személyben a legtöbbet segítettek nekem, mert mindig kikérték a véleményemet. Hát az egyesülete persze az is, mert az is fontos, hogy legyen egy olyan szakosztálya, aki felnéz rá, és most már egy olyan minta az ő személye, hogy próbálják a lövők ugye úgymond utánozni, és egy jó minta, mert Istók nagyon sokat dolgozik, tehát ez mindenképp látszik a többi gyereken is. És hát azért persze a szövetség, aki meg viszont meg tudja most adni azokat a lehetőségeket, hogy el tudta juttatni az arra kiemelt versenyekre utánpótlás versenyzőként, amivel fel tudtuk építeni, hogy egy jó versenyző legyen. Amikor te versenyző voltál, nem is akármilyen, akkor gondoltál arra, hogy vagy mindig arra készültél, hogy átad tudásodat egy fiatalabbnak, egy fiúnak, egy lánynak, egy srácnak? Nem készültél edzőnek? Vagy mire készültél, Edith? Meséld már el, mert én... tudod, hogy én elég régen ismerlek, igen, már igen. Téged, de ez valahogy, ezt vagy soha nem kérdeztem meg, hogy hogyan lett belőled ilyen edző, hát ilyen nevelő, egy kitüntetett nevelő edző. Mi hajtott téged előre? Hát én mindig nyerni akartam, mint versenyző, és aztán egy idő után be kellett látnom, hogy nem vagyok elég jó. És ezért annyit dolgoztam, hogy valahol ez átalakult, hogy a klubban a gyerekeknek megpróbáltam versenyzőként már segíteni. És hát ugye az ember, mi volt régen, ilyen státuszban volt versenyző, minden időmet kihasználva valamit tanultam, hát én is elmentem az edzőire, úgy, mint a többi, hogy legyen még egy papírom, mert hát sose tudni, mire lesz jó. És aztán a végén a gyerekek, az akkori szakosztályvezető megkért, hogy van itt 3-4 fiatal gyerek, esetleg van-e kedved foglalkozni, mert a lányom akkor volt 2-3 éves, tehát otthon voltam, nem volt más munkám, és így kerültem tulajdonképpen. Így kezdtem edzőként dolgozni, és valahogy így belenőttem az egész szakmába. Belenőttél, de jó, ez jó, igen, szó, belenőttél. Igen, igen. Te is beletanultál, hát akkor a gyerekeken keresztül. Igen, persze, tehát mindenképp évek alatt, és a hibákat valahol szerencsére megéreztem, mert ugye minden egyes versenyzőnél valamit tanultam. Uh-huh. A munkánál, és azt gondolom, hogy most sikerült úgy eddig, nem azt mondom, hogy hibátlanul, de kevés hibával és eredményesen megoldani. Teddy, te mindig előre nézel, mosolyogva, pozitívan, tehát csak előre? Bizakodom mindig. Vannak napok, amikor nagyon el vagyok keseredve. És akkor mit csinálsz? És hát akkor hazamegyek, és akkor megpróbálom valahol levezetni a dolgokat, vagy elkezdek valamit olvasni. Uh-huh. Most egy érdekes dolog volt, hogy a múlt héten volt egy edzői továbbképzés, ahol egy nagyszerű előadást hallottunk,
és teljesen föltöltödve mentem ki a következő héten a lőtérre a gyerekek közé, hogy amit én eddig tanítottam, azt ott visszahallottam, összeszedetten, összerendezett. Mert ugye, ahogy mondtam, én belenőttem ebbe. És hogy hát akkor lehet, hogy én ezt jól csinálom. Tudod, van egy olyan dolog, hogy ami jót átadok a másiknak, azt előbb-utóbb 10.000-szeresen, 100.000-szeresen visszakapod. Van egy ilyen érzés, egy ilyen hatalom. Nem mindenki tudja ezt, de aki gyerekekkel foglalkozik, aki pozitívan tekint előre a világra, az majd te már kapod vissza őket. Hát ezt a rengeteg eredményt, amit a srácok elérnek, hát ennél nagyobb dicséret nem kell egy edzőnek. Igen, ez a legjobb. Ez a legjobb, amikor most hétvégén is egy pici gyerekem egyénű csúcsot lőtt, és... Na és tessék. Ugye? Egy minimális eredmény, valami. Egy minimális eredmény, de a gyerekektől annyi pluszt és annyi örömet kapunk, ami annyi nehézségen átvisz, hogy... Te azt mondtad, de nem kell nehézség. Itt mosolyog, nem beszélünk itt nehézségekről. Ezeket te legyőzöd, hát elmondtad, hogy milyen körülmények vannak, és honnan jutottatok hová. Azt mondtad, hogy nem voltál elég jó, rá kellett jönnöd arra, hogy nem voltál elég olyan jó, hogy oda kerüljél, amit elgondoltál, vagy elterveztél. De mi jellemzi akkor az igazán jó sportlövőt? Most nem a Pényi Pityúra gondolok. Mert azt már elmondtad, hogy dolgozik, milyen a jó sportlövő? Az ideális. Szerintem nincs ideális. Hát nem. Mindegyikben van hiba. Hát érdekes dolog, hogy vannak olyan sportlövők, akik kevés munkával, vagy én azt gondolom, hogy kevesebb munkával értek el eredményt, de én mégis azt becsülöm, aki dolgozik, és megtesz mindent azért az eredményért. Tehát és én azt hiszem, hogy ők tudnak tartósan ott maradni a legjobbak között. Hát akkor visszatértünk Istókra, akkor ő ilyen ezek szerint. Igen, ő sokat dolgozik, ő munkás. Dolgozik. Igen, de én is nagyon sokat dolgoztam, mint te is munkás sportoló voltál. Én munkás sportoló voltam, tehát nekem minden eredményért meg kellett dolgoznom. És ezt a munkát át tudtad adni neki, és egy olyan alany volt ő. De nem csak neki, az összes, én azt hiszem a gyerekeim többsége, igen. Amelyik nem dolgozik, azzal sok bajom van. Na, ez tehát az. Nem viselem el, ha nem dolgozik. Mert ugye pontosan tudjuk, hogy van jó alany, meg kevésbé jó alany. Igen. Tudjuk azt, hogy van, a problémamentes nincs, azt a sportolóban meg aztán pláne nincsen, de van mondjuk a Istók, és van problémásabb kölök. Na, ott, de mondjuk tehetséges. Vagy talán nem is annyira tehetséges, de azért ott van, és hála Istennek ott van. Ott mi az edző dolga? Hát megpróbálni motiválni, hogy elkezdjen dolgozni mindenképp. Tehát meg ügyeskedve, bármilyen formában megpróbálni azokat a ráérezve, hogy ő neki mi fontos, és akkor megpróbálni bevinni abba a munkakörbe, munkába. Ez kihívás? Mindenképp mondani? Kihívás. Ez is kihívás, bár ezt a részét nem annyira szeretem, mert ugye ezek nehezebb dolgok, de van, aki épp a múltkor kérdeztek erre rá, hogy mi van azokkal, akik nem tehetségesek, hanem annyira tehetségesek azokkal a versenyzőkkel. Mondtam, hogy ez a kihívás. Ez a kihívás, ez akkor, a kihívás. Jó, akkor az a kihívás, igen, az az igazi kihívás. Az az igazi kihívás, hogy abból is kihozni. Tehát az ő számára azt az eredményt, amiben jól érzi magát, és eredmény. Nem is az, hogy eredményes lesz, hanem elégedett lesz. Edit, akkor... Még egy utolsó ilyen kérdés, hogy ki számít tehetségesnek nálatok a sportlövészetben? Hát nyilván, aki az eredményeket a versenyen tudja hozni. Nem, az edzésen mit látsz, hogy bemegy egy kiskölök, x hét után, hónap után, év után a kezébe már megkapja a fegyvert, látszik, hogy tehetséges. Mikor látod? Mindenképp látszik, mert azt a mozgássort, amit én elmondok neki, azt végre tudja hajtani, ugyanúgy, mint a többi sportágban, akkor az a tehetséges. Tehát ott is ki kell jönnie annak a bizonyosnak. Tehát amelyik gyerek egy sportban tehetséges, én azt mondom, az mindegyikben megállna a helyét. Akkor itt megint hallottam valamit, az előbb ugye elsiklottam mellette, hogy
kedveszülő vigyel egy picit másik sportágba. Igen, hogy igen. Ugye ez akkor... Ez fontos, akkor ez... nagyon fontos. Tehát a gyerekeknél ugye egész pici korban azt a mozgás koordinációt kialakítani nagyon fontos. Nagyon fontos, és ugye most nem akarok én más kontójára, meg más szakmájába belebeszélni, de előírnak egy testnevelés óraszámot egy iskolába, és nincs annyi tornaterem, szabad óra, akkor ott nem történik rendes testnevelés. Amit... Én sem szeretném bántani, igen, a tisztelt pedagógusokat, tényleg le a kalappal, mert ennyi gyerekkel foglalkozni egyszerre, nem is tudom. Na ez is egy kihívás, igen, de abban biztos vagyok, mert én is a saját tapasztalataimból látom, hogy hát eljönnek hozzám a foglalkozás, a direkt nem edzésnek nevezem a kis iskolába, és gyerekek nem tudnak futni. Igen. Tehát igen, nem az, hogy más nem tudnak, futni nem tudnak. Szóval... Na, óriási hiányosságokkal jelennek, igen, meg nekem is gyerekek, hogy elviszem egy edzőtáborba, és akkor nem tud egy tehát igen, nincs egy alap állóképessége a gyereknek. Na, ez a mi dolgunk, igen, hogy ezt megteremtjük. Neked meg az, hogy még ráadásul még pluszban minőségi sportolókat is neveljél. Ha már itt tartunk a minőségi sportolóknál, most hazaértünk egy kicsit ide Újpestre, olimpiai kvóták megvannak, van egy Európa-bajnokság, hátra lehet dőlni ilyenkor, tessék mondani? Nem. Jó érzéssel? Semmi hátradőlés? Semmi. Mindig van valami következő feladat. Most ami a legnehezebb, hogy a téli fedett edzéseinket hol fogjuk megvalósítani, tehát hol fogok építeni egy sátrat, vagy egy lőteret, vagy ki tudok erre rávenni, hogy be is fűtse, mert 50 méteres fedett pályán Budapesten nincsen. El kell menni külföldre, az hova nem tudunk olcsó elmenni, meg hát hogy fér bele a versenyrendszerbe, hogy fér bele a felkészítésbe. Ugye a Norbi dolgozik, Istok iskolába jár, hát nem egyszerű. Tehát ez a következő olyan feladat, amit meg kell oldanunk, és hát megpróbálunk jól felkészülni. Igen, akkor nem a hátradőlést kérdezem, hanem azt kérdezem, hogy mostantól az olimpiáig, most a két emberről beszélünk, a mi két újpestinkről beszélünk. Mibe kell még fejlődniük? Tudnak még addig fejlődni? Hát mindenképp. Igen? Én azt gondolom, hogy versenyről versenyre tanulni kell, hogy esetleg mik azok a hiányosságok. Az eredményeiken mindenképp emelni kell, vagy ha amelyik versenyzőnek megvan az eredmény, azt odáig szinten tartani, hogy jobban beégesse, jobban menjen a munka. És hát ami még nagy segítség, és itt kérlek majd téged is, hogy reflektorfénybe fognak kerülni, és ezt ugye, amit együtt építettünk, azért ezt tudjuk, hogy ez is egy része, hogy egy versenyző felépítésénél ezt úgy kezelni, hogy ezt normális helyre tenni. Így van, tehát mert nem az olimpiának ez a legnehezebb a része, azért mondtam, hogy én tanultam évek alatt, hogy mikor felnőtt kapitányként is dolgoztam, hogy a versenyzők női versenyzőim voltak, a legfontosabb volt, hogy fodrász után jelenjenek meg a liportokon, ami viszont esetleg elvett különböző munkáról elvitte a figyelmet, igenis a sajtót és a médiát ki kell szolgálni azért, hogy a sportlövők egyre többen legyenek a lőtereken. Hát ha rajtam múlik, akkor a sportlövők egyre többen lesznek a lőtereken. Ugye néhányszor már találkoztunk, és nagyon szívesen hívlak benneteket, pontosan tudod, hogy nem zavarok. Valaha én is sportoltam, tudom, hogy mit jelent az, hogy felkészülés, tehát ebben nem megyek bele soha, verseny előtt nem zavarok, utána viszont kérdezek. Az benne van a pakliban. Mint ahogy most az is benne van ebben a pakliban, hogy megkérdezzem a legeslegutolsót. Edit, komolyan kérdezem, nagyon komolyan. Te mikor pihensz? Mikor pihenek? Uh-huh. Hát most a múlt hétvégén elmentünk egy versenyre a kis gyerekekkel. És akkor ez a pihenés, elmentem igen, egy versenyre. Igen, és elvittem a férjemet is. Hogy és onnan két napot elmentünk Horvátországba egy kicsit kirándulni, de nekem már a pihenés, ha otthon vagyok. Tehát uh-huh, én nagyon szeretek otthon lenni. Az azt mondom, hogyha egy-két napot otthon tudok lenni, azzal egy kicsit feltöltődöm. Akkor légy szíves, ne töltődjél nagyon sokszor, ne legyen sok időd.
edzetek, készüljetek, és hozzatok haza valami csillogot Rióból. Kívánom neked. Az Európa-bajnokságot azért nem mondom, mert én ezt most egy kis ugródeszkának tekintem. Én most már arccal Brazília felé. Ott leszünk veletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.